1 000 000 forintot ajánlott fel a Tolna megyei önkormányzat a koronavírus járvány miatt árván vagy félárván maradó gyerekek részére létrehozott alapítványnak. Felelősséget érzünk az itt élő emberek iránt, és nem csak a megyei emberekről, vagy megyében élőkről beszélek, hanem országos szinten minden emberért, aki itt Magyarországon él. És ugye ez a koronavírus, ez nagyon megviselte a családokat, és konkrétan olyan események is előfordultak, amik a tragédia szintjét érinti. A környező megyékkel egy gyors telefont váltottunk, és rájöttünk arra, hogy a lehetőségeinkhez mérten próbáljuk meg segíteni az itt élő embereknek, és ebből kerekedett ki ez a bizonyos elképzelés, amely a 3 megyét érintve 3 millió forintot jelentett. Rögtön megtámogattuk ezt a bizonyos kezdeményezést, hiszen ezen a területen, Tolna megyében körülbelül 800 árva gyereket érinthet ez a dolog. Ez azt jelenti, hogy közel 500 Tolna megyei családban történt a koronavírus járvány miatt tragédia. A Tolna megyei közgyűlés elnöke hozzátette, hogy ezek május közepi adatok, tehát elképzelhető, hogy azóta még több nehéz sorsúvá vált gyermek szorul mind anyagi, mind lelki támogatásra. Bele tudjuk élni magunkat ebbe a helyzetbe, azt gondoljuk, hogy minden családnak nagyon nehéz helyzet volt ez, és hát ahol a tragédia megtörtént, az nyilván komoly gazdasági, anyagi folyománya is van, és nehézségeket okoz ezeknek a családoknak. Fontos szempontnak gondoljuk, hogy a jövő nemzedéket szeretnénk segíteni, és hát ennek érdekében néztük meg a költségvetésünket, és döntöttünk arról, hogy 1 000 000 forinttal szeretnénk támogatni ezeket a rászorulókat, hiszen tudjuk, hogy a COVID, mint járvány, nem válogat. Tehát itt elérhet erőset, gyengét, elérhet gazdagot, szegényt, elérhet rászorulót és lehetőségekben bővelkedőt. De hát azt gondoljuk, hogy itt a segítség az nagyon-nagyon fontos, és egyetértünk a köztársasági elnök úr kezdeményezésével, és ezért gondoltuk, hogy a forrásainkat átcsoportosítva megtámogatjuk ezt az elképzelést. Fehérvári Tamás elmondta, mindenkit arra buzdít, aki teheti, segítsen a vírus által megcsonkított családokon. Jó ügyről van szó, és minden forint számít, tette hozzá. Próbáljuk mi is fölkutatni ezeket a családokat, keressük azokat az embereket, akik rászorulnak, hogy jelentkezzenek, akár nálunk, akár magánál az alapítványnál, és biztos, hogy csak pozitív hozadéka lehet ennek a történetnek, és reméljük, hogy a rászorulókat tudjuk az elkövetkező időkben továbbra is támogatni, segíteni.